Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, beszélgessünk egy kicsit az E3 2009 legnagyobb trolljáról. Call of Duty, Modern Warfare. Hát arról volt szó, hogy láthatunk némi gameplayt ezen az E3-on helyette, kaptunk néhány fotelban ülő embert, akik beszélgettek a játékról, és rettentően izgalmas, képeket mutattak be a multiplayerről. Képeket vágjátok, soha senki nem de képeket láthattunk. Olyan izgalmas volt, aztán természetesen belementek a hazugságok hálójába, mert másképp nem lehet ezt mondani. És most itt azok, akik Call of Duty fanok -ok még mindig, Szeretik ezt a sorozatot, és hisznek benne, mint ahogy én is tettem, nagyon sok évig. Bár akkor, akkor még jó volt a Call of Duty, most már nem. Azok most nagyon-nagyon-nagyon figyeljenek arra, amit megpróbálok közvetíteni ebben a videóban, hogy hol bukik jelen pillanatban a Modern Warfare 2019, és hogy az Activision, és Infinity Ward egy annó sikeres játéknak a neve mögé akarnak bújni, és sikeresen valószínűleg tönkretenni is ezt. <kül> Szólok itt most 1 perc 30-nál. Következtetés, mivel hogy nem láttunk gameplay-t, nem láttunk semmi, csak tetves képeket, és ezt, ez a következtetés szimplán az interjú, ból jön. Tudom, hogy sokatoknak lehet, nem volt türelme végignézni az interjút, mert hogy kiderült, hogy nem lesz gameplay. Na de, én végig, megnéztem az interjút, és fura szavakat hallottam kijönni ott a fejlesztőnek a, a szájából. Nem beszélve arról, hogy rettentően titokzatosan viselkedik jelen pillanatban a Modern Warfare és az Activision és az Infinity Ward Ugye youtubereket, illetve újságírókat fognak elreptetni megint csak, és megmutatni nekik az újabb demót megint csak És NDA-t fognak aláírni, magyarul nem beszélhetnek semmit a játékról, hogy mi az, milyen állapotban van, milyen volt a gameplay Mit tudunk eddig a Call of Duty-ról a hírek, amik felröpködtek? Uh, az egyik és első, ugye, amikor először reptették oda az emberkéket, az egyik és első olyan hír az, az volt, hogy a Call of Duty a kétszer olyan durva lesz, mint ez, ez a Call of Duty, és benne lejrő jelenetek, amit a demóban játszottak ezek a újságírók, ez kétszer olyan durva lesz, mint a No Russian Level a Modern Warfare 2-ben, ha emlékeztek, Arba az volt, hogy fogod és legyilkolod a civileket a reptéren. Na most ettől kétszer durvább lesz ez a Call of Duty. Erre csak annyit mondok, hogy a trailer alapján, amit először láttam, a észrevettem, hogy lesz benne dráma, ami az erőszaknak a túlspilázását illeti. Én, mint ember azt mondom, hogy oké, okay, jó, kell a sok hatás, viszont felteszek egy kérdést, amit jogosan tett fel egy, egy youtuber. Annó, hogy tényleg idáig kell süllyedjen a Call of Duty, hogy kétszer erőszakosabb és realisztikusabb jelenteket mutasson be, mint a no Russian level. Tehát az is önmagába is durvának számított, ugyebár kurva sok országban belettiltva a Modern Warfare 2 emiatt, és most ezt állítólag egy következő szintre állítólag, tehát másunk nincs csak a hírek, amik jöttek onnan, állítólag ezt be kétszer durvább szintre emelték. Na most a Modern Warfare széria sosem állt távol Attól, hogy sok hatást érjen el az emberbe És a brutalitás Szóval megeshet, hogy azok az illetők, akik játszottak a játéka Már rég játszottak vele És a, a Modern Warfare-ekkel is meglepődtek egy kicsit De ugye még Drifter is írta Aki mondhatni, hogy egy állandó Call of Duty játékos ugye, Hogy a No Russian Level Ahhoz képest, amit ott látott ezen a demóban az, az elbújhat Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de jogosan tehető fel a kérdés, hogy vajon eddig kell le süllyedjen a Call of Duty, hogy felkeltse az érdeklődést. Az embereknek eddig kell süllyedjen, hogy azok az emberek, akik exkluzíval ott voltak, azoknak az első hír ez legyen a játékról, hogy ez brutál. Tehát nem úgy, nem úgy brutál, hogy jó, hanem az, hogy ez túl, ez brutális. Szóval sok szerencsét sok országnak megvásárolni, mert valószínűleg be lesz tiltva sok országban a játék miatt. Szóval, ja, így állunk egyelőre. Aztán jött, a, jött az E3, és itt van ez az interjú. És állítólag, ugye, az a ír járja, hogy a Call of Duty egy teljesen új engine-t használnak, remasterelték az egészet, ilyen apró dolgok lesznek benne, mint hogy bullet drop. Tehát számolnunk kell golyó ejtéssel, és a többi igyekszenek egy kicsit uh, realisztikusabbra, taktikusabbra csinálni ezt az egészet. Na, Na most egy-két kérdés föl tettek. Ugye eleve, hogy egy tetves gameplayt nem mutatta az E3. E3-on ez azt jelenti, hogy ez a játék közel sincs annyira kész, mint amennyire kéne. Egy kicsit kapaszkodjunk itt meg. Nagyjából három év áll egy Call of Duty fejlesztésének az idejére. Az Activision három stúdió tart fent a Call of Duty-nak a fejlesztésére, ugye. E, ott van az Infinity Ward, a Treyarch, a Raven Software. Ez a három stúdió e, úgy fejleszt Call of Duty-kat, hogy évente tudjon kijönnie egy magyarul, amit az Infinity Ward utoljára fejlesztett, nagyjából három év telt el. Három év alatt felépítettek egy új engine és erre helyezték az új Modern warfare az alapjait. Na most, az, hogy nem mutattak, öt hónapra vagyunk a megjelenéstől, az, hogy nem mutattak egy tetves t ott valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel. Ilyet szól az interjún a csávó, a fejlesztő, hogy még mindig pre-alfában vagyunk az azt jelenti, hogy nem is, hogy alfa, hanem még az alfa előtti három év. Uh, mi a franc? Szóval, ha a szavak mögé nézünk, aztán rákérdeztek, mert ugye az volt a Call of Duty ígérete még, hogy crossplay lesz. Na, öcsém, ha kezdik ott a crossplay van, Xbox, PS4 között még oké, de hogyha oda bemennek a PC-sek, azt egyik konzolossá akarja. Nem, nem, hogy csak eleve a PC-n könnyebb célozni, játszani egy shootert, de hogyha még a cheat is bejönnek, akkor ott a konzolosoknak vége van. Na mindegy, és rákérdeztek így, ugye lesz benne crossplay. Ó, oh, és a csávó mondta, ó oh, igen, lesz benne crossplay, de sokkal több minden van ott, amiben még nem mehetek be, Bele, De természetesen még pre-alfában vagyunk, úgyhogy sok mindent kell csinálni. 5 hónapra a megjelenéstől pre-alfában vannak. Az milyen játék lesz? Szóval lehet, hogy nem akarta ezt így mondani, Csávó, de így ezzel nagyon sokat elárult. Milyen játék lesz az? 5 hónappal előtte még pre vannak. Ez azt jelenti, hogy biztos, hogy nem lesz cross platform, ami amúgy egy welcome feature. Uh, nem lesz cross platform megjelenésnél, valószínűleg nem lesz benne az összes pálya, vagy éppenséggel egyes játékmódok, leaderboards, és minden más, amit mondjuk az elmúlt három évben az Call of duty megjelentek, az a sok hiányossága valószínűleg ebben nem lesz meg. És egy új engine építettek. Szóval gyerekek, a Call of Duty jelen pillanatban nem áll túl fényesen, ha ha nagyon-nagyon-nagyon gyorsan nem mutatnak valami gameplayt, és győzik meg a világot, hogy ez egy arra érdemes játék lesz, akkor, akkor nagy bajban vannak. A, a következő probléma az, hogy az elkövetkezendő hónapokban megjelenés előtt ezek a youtuberek, akik oda lesznek reptetve, hogy játszanak ezzel a játékkal, úgy fognak kijönni, hogy agyon hype a játékot, de nektek nem szabad, nem szabad beszopnunk a cumit. Oké? Okay? Mert úgy fognak ott lenni, hogy nem mutathatnak gameplayt. Hogyha mutatnak gameplayt, az egy másik tészta, akkor legalább kapunk egy. Egy, um, egy képet róla, hogy mit kapunk, de azt is kurva gyorsan ki fogjuk elemezni. Tehát féljetek, ha lesz egy gameplay. És uh, két dolog készülhet itt vagy, itt a világ legnőbb troll játék megjelenése lesz, mint az antemé. Ezzel az új Call of Duty-val, csak talán most a Call of Duty nem kap akkor a vihart, mint az Antem. De ha az, ez megtörténik, hogy a legnagyobb troll lesz a Call of Duty megjelenése idei évben, akkor szét fogják szedni ezt a franchise-t. Ha pedig valami nagyon-nagyon ütős lesz, akkor, akkor, akkor nagyon örülünk neki, hogy végre visszakaptuk a Call of Duty-t. Úgyhogy. Meglátjuk, hogy, hogy, alakul. Egyelőre, ami azon az interjú volt, és ez az az egy, egy-két apró mondat, amit elejtettek, mint hogy priorfában vannak, még sokat itt nem mondhatok semmit róla, egy kurva gameplayt nem mutathattak, csak képet, képeket mutattak, képeket meg mutattak az egész játékból, és magyaráztak arról, jaj, hogyan kéne játszani, meg hogy milyen lesz ez az új Call of Duty, és miért mentünk vissza a Modern Warfare sorozathoz, az nagyon-nagyon édes kevés volt. Na jó, mindegy, meglátjuk. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Uh, iratkozzatok fel, nyomjatok rá a csengőjeleskékre, további uh, videókrén, nem maradjatok le róla. Sziasztok!